Dobos László a helyi 5-ös számú választókerület önkormányzati képviselője is volt, így egyben a városrészben is időközi választást tartottak vasárnap. A Fidesz-KDNP 5-ös számú választókörzetbeli jelöltje dr. Pintér Zoltán, aki a független Bodnár Csabával, a munkáspárti Horváth Sándor Imrével és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjével Tóth Csabával mérte össze az erejét. Üdvözlöm dr. Pintér Zoltán Árpádot, az 5-ös számú egyéni választókerület Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét. Ma kerül sor itt Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a város életében? Karcag városban alig egy évvel ezelőtt, 2019. októberében volt utoljára önkormányzati, helyhatósági választás. Az, hogy most a választópolgároknak ismét a választási urnák elé kell járulni, ez egy nagyon tragikus, szomorú eseménnyel magyarázható, hiszen Karcag hivatalban lévő polgármestere, önkormányzati képviselője, Dobos László a nyár elején elhunyt. Dobos Lászlót az emberek, a választópolgárok szerették és tisztelték, ennek talán a legékesebb bizonyítéka, hogy 25 éves pályafutása alatt egyetlen egyszer sem veszítette el választást Karcagon, és tulajdonképpen az ő örökségét kell nekünk továbbvinni. Nekem tiszteletreméltó tanárom volt, és az elmúlt bő 10 évben rengeteget segített abban, hogy helyben a közéleti, kulturális és inkább tudományos pályám kibontakozhasson, és tette mindezt önzetlenül. Az elmúlt időszakban polgármester úr már győzködött arról, hogy egyszer majd gondolkozzak el azon, hogy mi lenne, ha én követném majd őt a választókerület élén valamikor, de sajnos egyikünk sem gondolta, hogy erre ilyen hamar sor kerülhet. Polgármester úr búcsúztatása után tulajdonképpen ez volt az oka, hogy engedtem a felkérésnek, és elvállaltam a Fidesz-KDNP színeiben a képviselőjelöltséget, és megmérettetem ma magam ezen az időközi választáson. Már csak polgármester úr iránti tiszteletből, az emléke iránti tiszteletből sem engedhetem meg magamnak, hogy ne vegyem ezt az egész megbízatást a megfelelő komolysággal, hiszen erről a több mint 2000 választópolgárról, az itt élőkről gondoskodni kell, az ügyeiket rendben kell tartani, a választókerület életét tovább kell vinni. A mai napon Karcagon 8 választókerület, 16 választókörében több mint 16 ezer választópolgár járulhat az urnák elé. A Karcag 5-ös számú választókerület 9-es és 10-es szavazó körében, tehát a múzeumban és a családsegítő központban, emellett 2030 választópolgár nem csak polgármestert választhat, hanem az önkormányzati képviselő személyét is megválaszthatja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy több jelölt van, ezek közül én vagyok az egyik. A jelöltökhez viszont hozzá kell tenni, hogy nem mindegyik jelölt felkészültsége és programja megfelelő, és én úgy gondolom, hogy aki engem ismer, aki a személyemet ismeri, az pontosan tudja, hogy ha én egy feladatot elvállalok, ha egy megbízatást elvállalok, azt sosem veszem félváról. Az eddig elért eredményeimben is kemény munka és kitartás tükröződik, így kérem a választókat, hogy a mai nap folyamán menjenek el szavazni, éljenek állampolgári jogukkal, és támogassák a Fidesz-KDNP jelöltjeit, kérem, hogy támogassák Szepesi Tibor polgármester jelöltünket, és dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselőjelöltet, hiszen nekünk, ahogy ezt szoktuk mondani, valóban Karcag az első, mi vagyunk valójában Karcag jelöltjei, akik helyben élünk, és helyben élőként a helyben élőkért kívánunk gondoskodni.